A családok otthonteremtési kedvezménye miatt megnövekedett az érdeklődés a lakások és családi házak iránt, főleg azok körében, akik az új 10 plusz 10 millió forintos támogatást szeretnék igénybe venni. Az általunk megkérdezett hiteltanácsadó elmondása szerint az egyik legfontosabb követelmény építkezés vagy új ingatlan vásárlásánál egyaránt, hogy a lakásnak legalább 60 négyzetméternek, míg a családi háznak legkevesebb 90 négyzetméter alapterületűnek kell lennie. A korábbi energetikai besorolásokat azonban eltörölték. Az energetikai minősítéshez kapcsolódóan a csoknak az összegét befolyásoló tényező megszűnt, mivel egységesen itt 10 millió forint a maximum felvehető. Gyerekszám ugye vállalni lehet, és a meglévő gyerekek után. Ha vállalni szeretne valaki gyermeket, akkor ezt csak házaspárok tehetik meg, és egy könnyítés, hogy a házaspár egyikének még nem kell, hogy betöltse a 40. életévet, akkor lehet igényelni. A gyermekek életkorára vonatkozó szabályok is változtak abban az esetben, ha valaki a már meglévő gyerekek után vesz igénybe a támogatást. Így 25 éves korig gyermeknek számít az is, akinek igazolni tudják, hogy a szülők tartják el, és nappali tagozaton felsőoktatási intézményben tanul. Igazolni kell továbbá a köztartozásmentességet, a társadalombiztosítási jogviszonyt és a büntetlen előéletet. A feltételek közé tartozik az is, hogy az eladó nem lehet a vevő közeli hozzátartozója, ha pedig az eladó valamilyen társaság, nem lehet tulajdonos a cégben. Új lakásnak a 2008. július 1-én vagy ezt követően kiadott építési engedéllyel rendelkező ingatlan számít, de ez sem minden helyzetben. Új lakás építésénél, ha az építtető magánszemély, akkor tőle már nem vásárolhatom meg ezt az ingatlant úgy, hogy új lakásnak minősüljön. Hiába 2008. július 1-i követően adták ki az építési engedélyt. Ez abban az esetben képzelhető el, ha én, mint magánszemély 2008. július 1-ét követően kaptam egy építési engedélyt, elkezdtem az építési munkálatokat, de nem tudtam befejezni. Akkor én a befejezéshez saját magamnak igényelhetem a 10 plusz 10-es konstrukciót. Ha az építető jogi személy, akkor már meg tudom vásárolni tőle új lakásként ezt az ingatlant. Érdemes azonban meggondolni a csok igénylését, ha valaki ugyanis önhibájából nem teljesíti a három gyermek vállalását, akkor a támogatást a jegybanki alapkamat ötszörösével megegyező kamattal kell visszafizetnie.